Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 21-e újra egy portál nap. Az azt jelenti, hogy a mi földünk összeköttetésben áll a plejádokkal, és ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és itt nyílik egy kapu, egy lehetőség a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. Részt vehetsz ezen a szertartáson, az energiai egyensúly 4000 forint. A téma pedig az, amit most közlök ezen a felvételen. Ezeket a portál napokat a maják számították ki, tehát a maja naptárból van. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. 7 napból áll. Jelenleg a 17. hullámban vagyunk. Ha érdekel a maja naptár, hogy melyik napon milyen energia van, erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Tehát a 17. hullámban vagyunk, és október 21-e, ez a portál nap, az a 8. nap ebben a 17. hullámban. A 8-as számot a maják így írták. Ez a vonal jelenti az 5-ös számot, és 3 pont, az 3, 5 és 3, az pontosan a 8-as számra utal, ami jelent egy ilyen húzavonát. A feladat az, hogy kilépni ebből a bizonytalanságból, és kell a harmónia, kell egy kiút, kell egy lehetőség. Mint minden napon, ezen a portálnapon is van egy szimbólum, az itt látható szib, és szib lefordítva bagoly madarat jelent. Ez a bagoly madár kihat erre a portál napra, jelenti az éjszakát, a titkokat, az álmokat, de jelzi a bölcsességet is. Lehet, hogy tanulsz most valamit, vagy le akarsz zárni egy bizonyos helyzetet, ahol ez a ide-oda húzavona volt, és keresel egy új irányt. És ez egy bölcs, okos döntés, ami a szertartást illeti. Ennek van gyógyító ereje. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol úgy érzed, nem mennek előre a dolgok, mindig van ez a húzavona, ez lehet a párkapcsolat is, amikor ő egy lépést előre tesz, kettőt hátra, viszont te szeretnél beszélni vele, valamit tisztázni vele, hogy végre meglegyen a harmónia, legyen egy új irány, legyenek fontos döntések, ebben segíthet ez a szertartás. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderán!